Magyarországon még soha nem kellett olyan kevés pénzből környezetvédelmet csinálni, mint az idén. A zöld tárca önállósága megszűnt, az ágazat a kormányzati megszorítások legnagyobb vesztesévé vált. Ilyen még nem volt. Egy parlamenti képviselő, Jávor Benedek, a Zöld Bizottság LMP-s elnöke Brüsszelhez fordult, mert szerinte a drasztikus környezetvédelmi fogyókúra már az uniós jogot is sérti. Hónapok óta magyarázok a kormánynak, hogy egyrészt ez nem fog működni technikailag, másrészt pedig súlyosan sérti a hazai és a nemzetközi jogot. A bizottság azt állapíthatja meg, hogy a uniós alapszerződésben, csatlakozási szerződésben, más uniós jogszabályokban vállalt kötelezettséget egy megfelelő környezeti intézményrendszer kialakítására, működtetésére és finanszírozására a magyar kormány nem tartja be. Olvastuk a szaktárcának a válaszközleményét, hogy nem illendő mindenféle feljelentésekkel Brüsszelbe szaladgálni. Szerintem az nem illendő, hogy veszélybe sodorjuk Magyarország környezetbiztonságát, veszélybe sodorjuk a jövő nemzedékek életfeltételeit a környezetvédelmi intézményrendszer beszántásával. Ez szerintem sokkal kevésbé illendő, sokkal jobban sérti a magyarság érdekeit, mint az, hogy erre a tényre felhívom a figyelmet a illetékes brüsszeli biztosnál. Hol okozhatja a legnagyobb kockázatot ez az elvonás? Jelen pillanatban a vízügyi intézményrendszer esetében látszik a legkatasztrofálisabb hatás. Egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy a kormány a tavalyi ár- és belvízhelyzet után néhány hónapra nem képes visszaemlékezni, hogy milyen körülmények között kellett helytállnia ennek az intézményrendszernek. A filléreskedés bosszulta meg magát Kolontáron is, ahol a hatósági ellenőrzés gyengesége vezetett a vörösiszap katasztrófához. A sziget közben a Duna elterelésének hatásait mérő monitoring vizsgálat vált a takarékoskodás áldozatává. Minden monitoring, a szigetközi monitoring is folytonos kellene, hogy legyen, vagyis hogy évente ugyanazok a helyeken, ugyanazokat mindig mérjük, ebből egy adatbázis lesz, hosszú adatsor, sok mindenre használható, rehabilitációra, hágai perben, kártérítési igényre is folytathatnám. Most már nagyon sok adatsor megszakadt, mérések hiányoznak, nem tudunk kimenni a terepre. Ez nagy baj. Egy konkrét példa, Dunare mentén, a Dunában van egy vízmérce, egyik legrégebbi magyar vízmérce, 1878 óta van adata, hát jelentem 2 hónapja már egy sincsen. És hogyha valamit majd akar valaki csinálni, mondjuk egy rehabilitációs beavatkozást, akkor óriási pénzt kell fordítani kutatásra, hogy az ismeretlen terepet föltárja. Hogy megéri-e a vízügyön spórolni? Idén mindössze 4,6 milliárdot költ a költségvetés a belvízvédelmi rendszer működtetésére, miközben tavaly több mint 200 milliárdba került az áll- és belvízkárok enyhítése. Értelmetlen beruházások persze most is történnek. Ez a bent a patak Tárnok határában. Mesterséges mederben folyik, de mivel nincs kibetonozva, élővíz benyomását kelti, és viszonylag gazdag az élővilága. Mederrehabilitációt valósítottak meg itt, majd egy pár száz méter múlva látjuk, hogy milyen eredménye. Betonkockákkal kirakott partrész egy nemrég befejezett uniós és állami forrásokból finanszírozott rehabilitáció eredménye. A látvány arra példa, hogy lehet bármilyen szegény a vízügy, betonozásra mindig van pénz. Az eredmény, ahogy a feliratból is látszik, az itt lakóknak se feltétlenül tetszik, az írás nem tükrözi a szerkesztőség véleményét. Márkus Ferenc két nemzeti park és a WWF vezetőjeként is dolgozott a természetvédelemben, de ilyen fokú pénztelenséget még ő sem látott. Kisebb és kisebb összeg áll rendelkezésre arra, hogy magán a terepen, kint a területen ellenőrizzék, hogy miképpen zajlanak a gazdálkodási folyamatok, a fakivágások, hallopás, csigagyűjtés, madárlelövések. Tehát nagyon sokféle olyan esemény, történés van a természet folyamatában, ahol ott kell lenni a természetvédelmi őröknek. Egy példát vegyünk, júniusból ilyenkor virágzik a hárs. Bizonyos helyeken úgy gyűjtik a hársvirágot, hogy elfűrészelik a fának a felső koronáját, hogy kényelmesen és gyorsan meg lehessen szedni az aznapi hársvirágot. Ezen a ponton a szaktárca álláspontjának kellene következnie, de illetékes nyilatkozó helyett csak egy e-mailes nyilatkozatot kaptunk, talán a közelgő kormány átalakítás miatt. Eszerint az ágazatból hiányzó forrásokat leginkább közmunkásokkal pótolják majd, elsősorban a vízügy területén. A forráshiány miatt leállított fejlesztések viszont biztosan nem most fognak újraindulni.
A Rákospatak a 70-es években megkapta a maga bős nagymarosát, gyakorlatilag betonba öntötték. A rehabilitáció feltétele itt a beton eltávolítása és a természetes partfal helyreállítása lenne. Ez az egyik legrégebbi természetvédelmi terv vagy program a városban, ami valamiért mindig elhalasztódott, és nyilván ez a mostani forrás elvonás megint bizonytalan időre a jövőbe prolongálja. Pedig itt a meder rehabilitáció az egyúttal város rehabilitációt is jelentene. Egy másik parkolópályára került program arra a kérdésre is választott, hogy kinek a bőrére megy a takarékoskodás. Itt a kelenföldi lakótelepen szakadt félbe 4 éve a nemzeti aszbesztmentesítés. A házak egy részéből eltávolították a rákkeltő szigetelő anyagot, másod viszont tovább ketyeg az aszbesztbomba. A kérdés persze úgy is felvethető, hogy azt az 1-2 milliárd forintot, amit korábban az aszbesztmentesítésre költöttek, erre a programra, vagy inkább a tüdőbetegek gyógyítására fordítjuk. Egy régi mondás szerint a rendszerváltás legnagyobb vesztese a környezetvédelem. Úgy tűnik ezen az évtizedes igazságon a fülkeforradalom se tudott változtatni. Ez volt a rálátás. Találkozunk 2 hét múlva.